Olyan fantasztikus érzéke volt anyámnak, hogy ott kimentünk a telekire, és volt mondjuk egy ilyen halom keleti szőnyeg. És akkor az anyám úgy megállt, és azt mondja, te picinyem, azt ott alul húzd csak ki azt a szőnyeget. És kiderült, amikor már ő is megtudta, hogy melyik a Kaukázus, melyik ez, meg az, meg amaz, ráhibázott. És én tulajdonképpen ezt örököltem tőle, és szenvedélye volt neki is az a gyűjtés. Az elején még ezeket a kis porcelán pohárkákat ilyen használati tárgynak és gicsnek tartottam. Egyszer csak találtam három darab ilyen Mária Bucsiáró helypoharat. És kitettem magam elé, és aztán nézegettem, és beleszerettem. Milyen klassz ez, itt a templom, ott van fölötte, te mit tudom, két kis angyalka, az is tartja kicsibe a templomot, és akkor úgy beleszerettem. Apám nagyon szigorú volt, mindenből jelesnek kellett lenni, és aztán én is rájöttem arra, hogy szeretek írni, de apám azt mondta, hogy kisfiam, szó nincs róla, éhen fogsz halni, hogy te újság, mit akarsz te csinálni, hol, melyik újságba fogsz te írni? Hát, és akkor mondta, hogy idefél faterát, akkor mérnök leszek, de nem kómérnök, és akkor így kiegyeztünk az építészmérnökségben. Pogány Frigyes. Az első óráját úgy tartotta, két órát egymás után, hogy vetítette. A világ szépségeit, kezdve az egyiptomi piramisoktól egész napjainkig, és egyszer csak bevetítette egy olyat, ahol a hegy egy kis dombocska volt. Vagy egy kis dombocska, egy kis utacska, jegenyefák mellette, és aztán semmi különös. És akkor olyan csend volt, és most hazaérkeztünk, és sírtak sokan. És ez mondjuk aztán végképpen kijelölte nekem az utat, hogy mit kell csinálni. Ezt kész. Nem csak térbe, hanem időbe is lehet diszidálni. Tehát, hogy nem itt kell hagyni a hazádat, hanem a hazádnak a gyönyörű szép múltjára kell gondolni. És akkor találtam ki, hogy nekem egy megnyugvás, amit fiatal korom óta szeretek, így lettem műemlékes. A Káli medence kevésbé volt felkapott, kevésbé volt gazdag, hát inkább szegénynek mondható, és ezek mert sokszor a szépséget, az öreg házakat a szegénység konzerválja neked. De nagyon népszerű lett. Nem magammal akarok dicsekedni, mert nem titok, hogy én rengeteg ház helyreállítását csináltam. Mondhatom, hogy a Balaton felvidék, aminek a Káli medence most olyan, amilyen, az egy párunknak köszönhetett. Ha valaki egy olyan házat csinál, ami itt volt, vagy lehetett, és én is ilyeneket csinálok, akkor én nem irigykedek, hogy már más is tud egy szép házat csinálni. Az idegesít, ha valaki hülyeséget csinál, az idegesít. De az, hogy valaki utánoz, az először engem is idegesített, de most már kifejezetten örülök neki. Makovec mindig mondta, hogy kicsit olyan nagyon játékos vagyok, olyan nagyon hogy tehetséges, hogy ezt visszahallottam, hogy tehetséges a szűzsbandi, de hát azért egy kicsikét olyan komolytalan, hogy a játékot csinálja be. És akkor akár negyedik cigaretta után azt mondta, hogy ha, ide figyelj, öreg ő, viszonylag én is öreg vagyok, kezdtem lenni ott a Koskári Egyesülésben, hogy azt szeretem benned, hogy te engem nem utánzol. A munkásságomat tudatosan úgy dolgoztam ki, és abból lett egy stílus, hogy úgy kell a házat helyreállítani, hogy ennek feleljen meg, de apróbb jelekkel jelzem azt, hogy ez tulajdonképpen most keletkezett. És ez egy elég nehéz, egy nagyon-nagyon kényes és nagyon-nagyon nehéz feladat, de ugyanakkor egy élvezetes, tehát egy nagyon izgalmas feladat ez.